A 72 diákot, osztályfőnökeiket, a meghívott vendégeket, szülőket, hozzátartozókat Tóth Barna igazgató köszöntötte. A szaladavató különlegessége pedig ezúttal is abban van, hogy bár nem éles, egyik napról a másikra történő változásokból regél, de mégis határkőként áll az ember életében. Olyan határkőként, amely valamiképpen az ifjúkor és a felnőtt kor közötti átmenetet, az érettségére való felkészülés célegyenesének kezdetét, de akár egy teljes emberi életút irányát is jelzi, jelezheti. Mert hogy az emberi élet keresztútjainál és útelágazásainál mindig vannak útjelző táblák, irányadó jelzések. Néha világosak és jól látható, néha nehezen olvasható, vagy alig észrevehető. Sokszor a helyes utat mutatják, azonban vannak téves, rossz irányba mutató jelzések is. Bizony megesik, hogy eleinte a romlásba és fájdalomba vezető utak a legszélesebbek, és az irányokba mutató jelzések, hangzatos szólamok színesebbek, újabbak, hívalkodóbbak, csábítóbbak, mint ellenkező irányba mutató társai. Jelzések és iránymutató táblák az élet útján, néha útvesztőjében, de vajon hogyan ismerhetjük fel őket, és honnan tudhatjuk meg, hogy hozzánk szólnak. Mindezen kérdések megválaszolásához Márai Sándor gondolatait hívom segítségül, aki így fogalmaz. Bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Könyvek, férfiak, nők, barátságok, megismerések, igazságok. Ez mind feléd tart lassú könyvőgéssel, s találkoznatok kell egy napon. De te ne kapkodj, ne sietesd útjukat és közeledésüket. Ha nagyon sietsz feléjük, elkerülheted azt, ami fontos és személyesen tiéd. Várj nagy erővel, figyelmesen, egész sorsoddal és mindenttel. Tóth Barna beszéde után feltűzte a végzős osztályok képviselőinek a szalagot, majd ők tűztek szalagot az iskola vezetésnek és az osztályfőnökeiknek, akik ezt követően minden végzősnek feltűzték a szalagot. A 12-esek irodalmi műsorral kedveskedtek szüleiknek, a műsort összeállította, valamint a diákokat a szereplésre felkészítette Nagy Tünde Mária és Kentési Renáta tanárnők. Zongorán kísért Koppány Mária előadó művész. Én nem tudom, hogy ki mihez kötődik. Kötődésekkel van tele az élet. Kötődések nélkül élni nem lehet. Kötődünk egy szóhoz, egy baráthoz, egy marasztaló, szíves készfogáshoz, egy udvarhoz, egy tornászhoz, egy házhoz, egy terméskőhöz, egy öreg akáchoz. Vigyázz magadra, feltűnőcsúzáshoz. Az iskolához, az ott szerzett jushoz, egy életen átlő barátfiúhoz, a gyermekkorhoz, a hangos ifjúsághoz. Hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, a kövek között kiperdült időhöz, akármihez, de kötődni, kötődni, a kötődésekbe beleszövődni, s a titoktartó rejtőző talányhoz, kötődni élethez, halálhoz. Az érettségi előtt álló diákoknak a közös dalt Házi Sárai Mária magánének tanár tanította be. A műsor után egy-egy szál virágot adtak át a végzősök szüleiknek, majd Bécsi Keringőt betanította a Szűcs Edith táncpedagógus, és egy fergeteges Rokit betanította Kismárki János táncpedagógus, láthattak a jelenlévők. Az este végén közös keringőre kérték fel szüleiket a diákok.